Kellett, vagy nem kellett? Kellett. Köszönöm. Akkor ott volt. Végre elérkezett a boldog pillanat. A filmművészeti főiskolát végzett rendező és operatőr jelöltek beköltöznek a Hunnia filmgyárba. Mi a Színház és Filmművészeti Főiskola első ebben a rendszerben nevelt osztálya voltunk. Kovács, Bacsó, Mak, Hildebrand Pista. Palmicotto! Vagyok Paranai kapitány! Innen ellenkező híresztelés ellenére nekem a Monstre filmjei nagyon tetszenek. Akkor voltak gics filmek, meg nem tudom. Úgy ett a közönség, mint a cukrot. Amikor az őrházat fölrobbantották, akkor ez a zsúptető lángolva fölrepült egészen a kránig, rá a Hildára, a lábára, az oldalára. Nem hagyta abba a forgatást. A rendező mellett tulajdonképpen ő egy sokkal, sokkal többet tudó, filmet jobban ismerő ember volt, már Várkonyinál is egyébként. Hilda nagyon gyors volt, pontos volt, precíz volt, és mestermunkát adott ki a keze közül. Szeretni balondulási, de finom lenne, csak az a másik észrevenne, s benne lenne. Annyi szeretet van abban, ahogy fotózta azokat az embereket, azokat az arcokat. A magyar főoperatőr Hildebrand István várja az angol rendező James Hill utasításait. Az angol-amerikai-magyar koprodukcióban készülő filmet különleges cineráma rendszerű géppel fotografálják. Engem az nyűgözött le a Hildában, hogy halál pontosan tudta, hogy mit akar. Talán valóban az ég küldöttje vagyok. Talán valóban. Az ég üzenetét hozom neked. Én nem tudtam volna ilyen jól megcsinálni, ahogy a Hilde ezt a filmet megcsinálta. Elképesztő modi a psziché. Nekem mondom, ez a csúcs. Egy képet fest az igazság. Mégis ezer képen kerül előn bennem. Nem csoda, mert amint sűrű vagy ritka az elme, úgy szegy a sugár célja is irány fel. Azért, ha valaki megcsinálta azokat a filmeket, amiket megcsinált, az marad. Pista marad.